Igen. Oké. Jól van. Hát ugye kicsit zavarba vagyok, mert nem nekem kellett volna ezt az első mondatokat elmondani, de hát bízunk benne, hogy Iványi Gábor barátunk meg fog érkezni az én kis, szerintem negyedórás performance-a közepette. Úgyhogy kedves zomolos borstársak, a remény katonájáról, Yitzhak Rabinról szeretnék most majd beszélni néhány szót, meg egy kicsit másról is. A 60-as évek végén kaptam egy szép kulcstartot izraeli nagybátyámtól. Az egyik oldalán, megmutatom nektek, az akkor pár esztendeje visszafoglalt nyugati fal, hát valamit talán láttok belőle. A másik oldalán pedig kettő, ma már történelmi személyiség nevésett arcképe. Moshe Dayané és Yitzhak Rabiné. Két évvel a hatnapos háborút követően voltunk, két évvel a magyar-izraeli diplomáciai kapcsolatok megszakítását követően, valójában ez a kis kulcstartó az íróasztalom fiókjából elő sem mertem venni az akkor még ellenséges szionista, neokolonialista agresszornak titulált Izraelt vezető katonákat ábrázoló kulcstartómat. Pedig a kettő rendkívüli kaliberű politikus esztétikai megjelenítése a fémesen csillogó domborművön önmagában és formailag mindenképpen közel állt az abban a korban mindannyiunk által megszokott Marx és Engels sematikus ábrázolásához. Yitzhak Rabin nevére én ekkortól emlékezem. A hatnapos háború hőséből, a Cahal vezérkari főnökéből lett a béke vértanúja, és céljai noha távolinak tűnnek, ma is reményként élnek, mert végső soron úgy gondolom nincs más esély, mint a megalapozott béke. Béke az arabokkal, vagy ha tetszik a palesztinokkal. Minden politikai, diplomáciai változásnál a zsidók ebben reménykedünk. A békében, hát ha az éppen aktuálisan zajló folyamat, leszárva Rabin bűvét, majd ide fog vezetni. Hillel Rabbi, a belátó, megengedő, bölcs azt tanította a Talmud szerint, hogy legyetek Áron tanítványai közül valók, keressétek a békét, szeressétek az embereket, és hozzátok közel őket a Tórához. Áron, mint tudjuk, jó ember volt. Ő úgy kereste a békét, hogy közben senkinek nem akart ellent mondani. Azoknak sem, akik aranyborjút követeltek tőle. Megkapták, tudjuk, mi lett belőle. Bátyja Mózes, ő nem félt annyira a konfliktusoktól. Néha kissé nyersen vagy türelmetlenül végezte küldetését, de így együtt voltak képesek egy formálódó nemzetet vezetni. Yitzhak Rabin talán ezt a tórai modellt próbálta követni, s valósította meg élettörténete során. Katona volt, a hatnapos háború vezérkari főnöke, ha valaki tudta, mi a háború, és annak az összes borzalma, hát az ő volt. Nem hátrált meg előle, csak utálta, mint ahogy minden rendes ember, minden rendes zsidó utálja a háborút. A főimánk végénél az utolsó áldás azzal a tórai, azzal a szakasszal végződik, hogy béke. Rabin is erre tartott, s miközben kemény ember volt, talán Áron tanítványaként szívosan üldözte ezt a békét, s utolsó szavaiban is a békéről beszélt. Szó szerint, hisz tudjuk, a békegyűlésen mondott szónoklata után lőtte le a merénylője, a ma róla elnevezett Tel Avivi téren. Yitzhak Rabint ma is gyászoljuk, azóta is siratjuk, mert igaz ember volt. Azóta is ott a kérdés minden zsidó és nem zsidó ember előtt, ez az egész hogyan történhetett meg? Mi vezette egy fiatal, vallásos zsidó elméjét arra, hogy meghúzza a ragaszt?
Van-e történelmi tanulsága ennek a gyilkosságnak? S ha igen, vajon tanulunk-e belőle mindannyian? Mindannyian, zsidók és keresztények, vagy akár muszlimok. 25 esztendeje idén, hogy rabin Tel Avivba halálos lövésért. A jemeni zsidó családból származó gyilkos egy személyben cselekedett ugyan, mégsem mondhatjuk rá, hogy magányos farkasként tette. Fundamentalista, populista gyűlöletbeszéd, radikalizálódás előzte meg a gyilkosságot. Ez a vallásos zsidó ember, a gyilkos, akinek ugyanúgy kellett szeretnie a Tórát és annak tanításait, mint mi magyarországi zsidók, akivel egyszerre imádkoztunk, igaz 3000 kilométer távolságból a szombatfogadásokon, ugyanazokkal a szavakkal fohászkodunk a mindenható felé, és ugyanabba az irányba fordulunk a hódaidi imánk során, ahogy minden zsidó ember a világon fogadja zsinagógáinkban a szombat menyasszonyát, ugyanakkor ünnepeljük a zsidó új esztendőt, egyszerre böjtölünk és bánjuk meg bűneinket Jom Kippurkor, mert mindannyian együtt, úgy 16 millióan a kiválasztott nép tagjaiként, a mások és a másság iránti felelősséggel is kell élnünk. Yigal Amir, a gyilkos, a sokszínű, sokközpontú zsidóságnak azt a szegmensét képviselte ott Izraelben, amelyik, és most finálé rabbi gondolatait fogom idézni, amelyik lelkében a nép üldözőjévé, Rodéfé értékelte át Yitzhak Rabint. Mert a fundamentalizmussal mindig együtt járó gyűlölet eredményezte azt a fajta, mondjuk úgy, hogy prioritásvesztést, amivel a 67-es háború kormos és véres hősei 30-valahány év elteltével az izraeli társadalom egy kicsiny szegmense részére puhány mérsékeltek ki, sőt megalkuvókká, meglátásaik semmivé, vagy akár árulássá módosultak. Igen, az idő sok mindenre képes. Újra elővettem az ezüst kulcstartómat a fiókból, és bizony a csillogó fényét elveszítve, szürkévé oxidálódott a 40 esztendő során, de komolyan nem volt a kezemben 40 éve. Rabin a fundamentalista zsidók számára az 1992-ben indult oszlói békefolyamat éveiben, de különösképpen 1995 nyarára vált, még egyszer ennek a kicsiny kisebbségnek, 95 nyarára vált nemzeti hősből, honalapító hazafiból, Erev Ravvá, azaz idegen színű jöttmenté, vagy akár Isten adományát, a Szentföldet elherdáló renegáttá, azaz Rodeffé, a fundamentalisták megítélése szerint életveszélyes figurává. Az alkut nem ismerő zsidó szélsőségesek, a Rabin és Arafat közötti megállapodásban szereplő területfoglalást istenkáromlásnak és megtorlandó hittagadásnak minősítették, amihez senkinek nincsen joga szerintük. Yigal Amir, a nagyhírű Bar-Ilán Egyetem joghallgatója, a fundamentalista gyűlölettől vezérelve valójában vallási gyilkosságot hajtott végre. Néhány hete Nizzában keresztény imádkozókat gyilkolt meg, gyakorlatilag lefejezett egy radikális iszlamista. Bécsből pedig a napokban kegyetlen vérengzést láthattunk a tudósításokban. Mindkét helyen a gyilkos egy személyben cselekedett, de nem magányosként. Azonos ideológia áll mögöttük, és ne higgyétek, hogy a Rabin gyilkosának a motivációja túlzottan távoli lenne tőlük, mert mindegyik a fundamentalizmus által vezérelt gyűlölet logikája szerint cselekedett, és mindegyik esetben megtagadták a három ábrahámi vallásnak, a zsidóságnak, a kereszténységnek és az iszlámnak Isten és ember szeretetét.
Az emberiség fejlődésének rákfenéi közül talán ez a mások iránti gyűlölet a legveszedelmesebb, és a legalattomosabb is. Valaha úgy gondoltuk, hogy a demokrácia, vagy a mindenki által elérhető tömegkommunikáció szabadsága, az internet technológiai lehetőségei ki fogják teljesíteni a társadalmakat, és dialógusokon, párbeszédeken keresztül hozzá fognak járulni egy tisztább, vallásaink alapüzenetéhez közelebb álló világ kialakulásához. Lássuk be, tévedtünk. Mind a magyarországi evangéliumi testvérközösség, mind a mazsihisz, de a két vallási közösség vezetői is esetenként saját hittestvéreink áldozataibá válnak a közösségi médiákban fellelhető, sokszor személytelen, hazugság cunamik, gyűlöletbeszédek, hamis információk monoton súlykolásával. Úgy gondolom, és sajnálom, hogy nincs itt Gábor, de se Iványi Gábor, mint a testvérközösség vezetője, se én nem szeretünk saját személyes sorsunkról, a kihívásokról és a méltánytalanságokról beszélni. De látnotok kell, még közösségünk tagjai között is vannak, akik a történelemből nem tanulnak. Nem akarnak egy jobb világot építeni, és kizárólag saját egyéni érdeküktől vezérelve, hatalmi ambíciójukat kiteljesítve, saját közösségük értékeit és érdekeit semmibe véve próbálkoznak az érvényesüléssel. Minden esetre megsúgom nektek, sikereik csak rövid távúak lehetnek. Tudjuk, létezik a gyűlölet, létezik az intolerancia, de fontos tudnunk, hogy soha nem a hitből, hanem emberi tökéletlenségből, és nem rosszaságból, hanem emberi irítségből vagy rossz indulatból ered. Akkor felteszem a kérdést, akkor most legyünk-e pesszimisták? Adjuk-e fel értékeinket, és engedjük, hogy a sötétség legyen úrrá közösségeink felett? Sokáig tűnt úgy, hogy a rabinnak, az arabok és zsidók, az izraeliek és palesztinok közötti megbékélés szolgáló céljai nem lesznek időszerűek, nem teljesülnek. A béke folyamat, amelyet elindítani remélt, halott. A 73-as jankiperi háború az intifádák sorozata, mintha ugyanezt erősítette volna, a reménytelenséget. Az elmúlt időszakban azonban megindult egy másik, egy más alapon álló, de igazi béke folyamat a térségben, amely adhat némi reményt nekünk, a béke feltétlen híveinek. Az arab öböl két országa diplomáciai kereskedelmi kapcsolatokat létesített Izraellel, és úgy tudjuk, már Szudán is elismerte a zsidó államot. Reméljük, mások is követik majd őket. Önmagában ez nyilvánvalóan nem fogja kiváltani a tényleges, a közeli és a mindennapi, az ezer sebből táplált palesztin-izraeli ellentétek feloldását, de lökést fog adni ahhoz, hogy az érdekelt felek belássák, nincs más út, csak a béke, és immár a közel-keleti szereplők konkrét diplomáciai lépések során érzékelhetik, hogy az Izraellel baráti kapcsolatokat kereső arab államokra közvetítőként, békekövetként lehet tekinteni. Ha így lesz, hosszú és keserves kerülő úton, de talán célhoz érhet Rabin miniszterelnök végső reménye. Maga a béke, ez volt az ő reménye. Ő és Simon Peres elfbarátok, és párhuzamosan politikai riválisok voltak. Emléküket Izrael katonáiként, a béke keresőiként örökre összekapcsolta a történelem. Válukat egymásnak vető óriások az alapítók nemzedékéből. Yitzhak Rabin példa és remény, ami a jövőt jelenti. Hiába nincs már közöttünk negyed százada. Amikor róla beszélünk, akkor mindig a nyitott, reményteli jövőt fürkészi tekintetünk. Kedves barátaim, köszönöm nektek, hogy ebben a járvány sújtotta világban, legalább a technika vívmányával együtt lehetünk.
Köszönöm kitartó figyelmeteket. És ígérem, holnap előveszem a már eltűnt ezüst kulcstartómat, és letisztítom, hogy újra fényes legyen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Iványi Gábortól kaptam itten közben egy SMS-t, amelyben azt jelezte, hogy ő nem tud bekapcsolódni, aminek hát nyilván technikai oka van, illetve hát a, mint említettem, általában valamilyen technikai segítség szokott kerülni, és talán így most vasárnap délután nem került ilyen technikai segítség. Annélkül, hogy és hát azt írja SMS-ben, hogyha természetesen üdvözli a konferenciát, és nagyon örül, hogy együtt vagyunk, de nem tud szólni hozzánk. Nem is gondolnám, hogy bármilyen értelemben hát pótolni tudnám Gábor megnyitóját. Arról beszélnék talán egy-két mondatot csak, hogy van egy ilyen, ez bizonyos értelemben egyfajta sorozat, amit általában minden év őszén valamilyen értelemben sort kerítünk arra, hogy a modern Izraellel kapcsolatban rendezzünk egy konferenciát, és hát a felkérések azok úgy szólnak ugyan, hogy hát minden ilyen konferencia az kapcsolódik valamilyen személyhez vagy évfordulóhoz. Ugye ilyen volt ugye a hatnapos háborúnak az évfordulója, ilyen volt Golda Meir Izrael 70 konferenciánk, illetve talán még egy vagy kettő volt, mindegy, fönn van ennek a konferenciának a honlapján az összes előzmény. És hát mondjuk ezek egy témaválasztásukat tekintve egy tekintetben rugalmasak, egy tekintetben viszont rugalmatlan konferenciák. A rugalmasak abban az értelemben, hogy azt mondjuk, vagy azt üzenjük mindenkinek, akit előadónak kérünk, hogy tulajdonképpen van ugyan egy ilyen személyi kötődés, vagy konkrét eseményre utalás a címekben, de hát lényegében a modern Izraelről, a modern Izraelről szóló, hát különféle társadalomtudományi jellegű előadásoknak mindenképpen helyet adunk, tehát nem csak a szoros témához kötődőknek. Abban a szempontból viszont rugalmatlan ez a konferencia felhívás, hogy azt gondoljuk, hogy ezt semmiképpen nem kívánjuk összekeverni, hát mondjuk két nagy másik, hát mondjuk ilyen konferencia és rendezvény aktivitásunkkal, ami szintén van, és szintén hát többé-kevésbé minden évben valami fajta hát konferenciában vagy előadásokban nyilvánul meg. Ugye az egyik nagy aktivitásunk, ami a hát valamilyen értelemben vett zsidó-keresztény párbeszéd vagy antiszemitizmus, filoszemitizmus, tehát ez az egész kérdéskörnek az elemzéséről szól. A másik ilyen aktivitásunk, ami szintén állandó, az ugye a holokauszt emlékezete,
Ezen belül is külön a, hát a Wesleyhez kötődik minden évben a Kamenyec-Podolszk rendezvény, amit azért tartunk hát különösen fontosnak, mert ugye a Kamenyec-Podolszk az az, ahol a, hát a lehető legkisebb mértékben lehet, mármint hogy a magyar elit helyett lehető legkisebb mértékben lehet a németekre, meg a nácikra, meg a külföldi követelésekre mutogatni. Tehát a Kamenyec-Podolszk az, ami a, hát a lehető legnagyobb mértékben a, hogy mondjam, a magyar uralkodó elitek hát egyfajta ilyen önkéntes bekapcsolódását dokumentálja a holokausztba, és hát ami hát ennek egy másik oldala, hogy hát ez az, amire a 1900, és hát ez is egy, hogy mondjam, nagyon-nagyon súlyos tény, hogy a, ez az, amire 1941 és 1945 között a akkori magyar zsidóság a lehető legkisebb mértékben, tehát olyan viszonylag kis mértékben reagált, ami hát sok tekintetben az 1945-ös vagy pontosabban 44-es eseményekre való hát reagálásnak a az elégtelenségét is meg alapozta. De mondom, ezek a másik konferenciák, ezek a konferenciák, tehát amit Izraelnek szentelünk, ezek határozottan a modern Izraelnek szólnak. És ugye az elmúlt tavalyi év folyamán viszonylag hosszabban kifejtettem azt, hogy mi az oka annak, hogy kifejezetten a modern Izraelről konferenciát rendezünk, ezt András egy szemmel hallotta, meg talán mások is, tehát ezt nem fogom újra megtenni. Az a lényege talán a dolognak, hogy ehhez van egy külön oka, vagy egy külön oka, tehát egy külön, ha úgy tetszik, ideológiája, vagy magyarázata annak, hogy ezt miért tesszük, nem egyszerűen a zsidó, nem zsidó múlt iránti és jelen iránti elkötelezettségünk, hanem valamilyen értelemben a modern világ és a modern demokráciával kapcsolatos elkötelezettségünk is hozza vagy hordozza ezt a ennek az okát. Először fordul viszont elő, és ez talán egy fontos tény, hogy először fordul elő, hogy online módon van ez a konferenciánk, ami hát nyilvánvalóan azért történt, kár lenne ezt nyilván tagadni, hogy mert hát a koronavírus miatt hát ugye átalakult ugye a világnak az egész konferenciázási szokásrendje, de mondjuk annyi hát mondjuk a mentségünkre szolgál, hogy már amikor offline konferenciáztunk, akkor is megpróbáltunk az előző konferenciánkon egy-két külföldi kollégát Amerikából, Izraelből be kapcsolni a dologra, és hát akkor ők ugye így a terembe kivetítve hát részt vettek a konferencián. Most hát teljes egészében online vagyunk, és ez egy olyan fajta hát optimizmust, általában ugye nagyon rosszul viselik az emberek ezt az egész online világot, és rosszul viselik azt, hogy nem tudunk fizikailag találkozni, és ebből az kétségtelenül nagyon rossz, hogy nem tudunk kezet szorítani egymással. Nagyjából ez a legrosszabb az egészben, de ugyanakkor viszont a
nagyon sok előnyét érzékelem ennek az online-nak. Egyrészt az, hogy nincsenek nyilvánvaló hátrányban azok, akik hát fizikailag távol élnek a Dankó utcától, mármint akár Budapesten belül távol, akár hát kilométerek százaiban, vagy akár ezreiben kifejezhetően távol élnek. A másik, és ezt erre felhívom az előadók figyelmét, minden konferencián felhívom, hogy egy kicsit beáll az a fajta előny, amit néhány színész szokott azon a módon megfogalmazni, hogy ő azért szeret jobban filmben szerepelni, mint színpadon, mert az arcnak a legkisebb rezdülésével is kommunikál az előadó, mármint a színész, és valószínűleg ez a konferenciákra is igaz, tehát hogy miközben ugye a metakommunikációnak számos előnye elveszett azáltal, hogy nincsen személyes jelenlét, azáltal megjelent az előny, hogy hát egyszerűen jobban látjuk egymást. Még egy technikai megjegyzés, vagy egy technikai kérdés, hogy ugye nagyon, ha sokan, többen egyszerre megszólalnak, akkor néhány hangszóró az nagyon erősen torzít. Ezért én azt szeretném kérni, hogy a vita fázisában majd annyira se vágjunk egymás szavába, mint amennyire egy konferencián ez szokásos lenne, hanem itt jobb oldalt felül láttok egy ilyen kis stilizált szövegdobozt. Ha arra rákattintotok, akkor kaptok egy ilyen chat felületet. És azt fogom kérni, hogy az egyes konferenciák után, az egyes előadások után ezen a chat felületen jelezze valaki, hogyha valamit szeretne mondani, kérdezni, hozzátenni, és akkor én szót adok neki, és akkor ebben az esetben a mikrofonját ugye mindig kapcsolja vissza, és azt is kérem, hogy aképpen beszél, az a kameráját is kapcsolja mindenképpen majd vissza, akinek esetleg most ki lenne kapcsolva. Igen, hát nagyon szépen köszönöm, én nem is nagyon gondolnék ilyen értelemben, hát ennél elvibb jellegű bevezetőt tartani. És hát elméletileg 40-kor kezdtük volna Gadó Jánossal, de János szerencsére itt van, és hát ha nincs kifogása az ellen, hogy egy kicsit előbb elkezdje, akkor János, erre reagálj kérlek. Igen, oké, rendben. Nincs kifogásod ellene. Jó, természetesen akkor csak annyit mondanék az előadóknak, meg mindenkinek, hogy ugye videófelvétel zajlik, és minden az internet nyilvánossága előtt is megjelenik majd. Gadó Jánosé a szó, parancsolj! Köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenkit. Az Andrásnak a köszöntőjében elhangzott egy mondat, hogy az a béke folyamat, amit Yitzhak Rabin képzelt el, az halott. Ezzel egyetértek, ugyanakkor ez egy kicsit talán szokatlan megnyilvánulás is, mert miután a béketárgyalások zátonya futottak, és kitört az alakszai intifáda, az a nyugati média, amelyet mi mértékadónak tartunk sok tekintetben, az a baloldali, nyitott, liberális, toleráns
emberi jogok, kisebbségi jogok, nyilván elkötelezett média, az éveken keresztül ragaszkodott ahhoz, hogy azt, ami történik az izraeli palesztin konfliktusban, vagy tágabb értelemben, az izraeli arab viszonyban, az béke folyamatnak nevezze. Szóval már régen gyűlöltek az intifádon, amikor ilyeneket lehetett hallani, hogy a béke folyamat válságba került, a béke folyamat megtorpant, a béke folyamatnak újabb lökést kell adni, és hasonlók. Nekem akkor az intifáda kellős közepén a robbantások, gyilkolások és az izraeli próbálkozások a terrorfészkek iktatására, mindezek közepette béke folyamatról beszélni, nekem az jutott eszembe, mintha mondjuk a sztálingrádi csata idején beszéltek volna szovjet-náci béke folyamatról, amely válságba jutott. Abszurdnak tartottam, és azon gondolkoztam, mi az oka annak, hogy ez a kifejezésre ragaszkodnak, és ennek a lelkemelésnek a kudarcát hosszú-hosszú ideig nem képesek beismerni. Ez a szóhasználat, ez eltartott szerintem emlékeim szerint nagyjából a Donald Trump elnökségi, aki egy egészen más úton indult el, és egészen más módját választotta a békekötésnek, úgy tűnik eredményesebbet. Akkorra ez a, hát a rabini értelemben vett békefolyamat valóban kikapott a nemzetközi szóhasználatból, de valami 2000-től 2016-ig ez egy bevett mantrája volt a nemzetközi politikailag korrekt mértékadó nyugati világnak és a mértékadó nyugati médiumoknak. Ezért is adtam ezt a címet az előadásnak, hogy miért neveznek béke folyamatnak egy háborús folyamatot, és ennek az okairól próbálok a következőkben elmélkedni. Ez a Yitzhak Rabin emlékére szervezett összejövetel online konferencia, ez Rabin állítja a középpontba, és Rabin valóban ennek a folyamatnak a mártírja lett. Ő egyfelől a izraeli alapító atyák nemzedékéhez tartozott, Ben Gurion, Golda Meir, Simon Peres, Menahem Begin, tehát azokhoz tartozott, akik 1948-ban már cselekvőként voltak jelen az izraeli hadműveletekben, Izrael állam védelmében. Így módon kétségkívül a alapító atyákhoz tartoznak, de ezen túlmenően Yitzhak Rabinnak a fejek köré épült egy mítosz, és ez a mítosz az, hogy ő a béke mártírja lett. És az izraeli radikális baloldalon és a nemzetközi baloldalon él a mai napig egy mítosz, hogyha őt akkor nem lövik le, akkor talán minden másképpen lett volna, akkor ma talán béke lenne az izraeliek és a palesztinok között, akkor talán béke lenne a Közel-Keleten. És akik így gondolkodnak, és akik ezt a felfogást tartják a magukénak, azokat nem különösebben zavarja, hogy Yitzhak Rabin utódjaként Ehud Barak valóban végigment ezen az úton a palesztinoknak tett komoly engedmények útján, még messzire is ment, mint amennyit kívántak volna tőle, valóban azt akarta, hogy később ne vádolhassák azzal, hogy valamit elmulasztott. Ezügyben mindent megtett, még több engedményt is adott, mint amennyit elvártak volna tőle szűkkevően, és a következménye nem lett más, mint egy brutális intifáda, az Izrael elleni terrorháború és médiaháború, és a béke kísérleteknek, az úgynevezett béke folyamatnak a totális kudarca.
Mondom, ennek ellenére a nyugati média a kudarc után is békefolyamatról akar beszélni. És itt válik Yitzhak Rabin egy mitológikus személyiségé. Sokan ragaszkodnak ahhoz a mítoszhoz, hogyha őt nem lőtték volna le, akkor minden másképpen lett volna. Ez a léleknek egy olyan jó kibúvó, akik ragaszkodnak egy politikailag korrekt baloldali felfogáshoz, amelyben ugye az elnyomó harcol az elnyomottal, az erős a gyengével, a fehér gyarmatosító, a színesbőrű gyarmatosítottal, az európai kolonialista, az Európán kívüli alávetettekkel, tehát akik fenn akarják tartani ezt a gondolati keretet, azoknak nagyon kellemes azon megengedni, hogy minden csak azon múlott, hogy egy szélső jobboldali gyűlölködő lelőtte a béke apostolát, a béke angyalát, és ha nem lövik le a béke angyalt, akkor mi már a közel-keleti békének és a Simon Peres által megálmodott új közel-keletnek a világában élünk. Ez egy mitológia, ez egy mítosz. Én szerintem, mondom, Ehud Barak végigment ezen a béke próbálkozáson, tudjuk, mi lett az eredménye, de akik hinni akarnak a maguk mítoszában és fenn akarják tartani, azok ragaszkodnak, hogy Rabin egy békeangyal volt. Rabin egy nagy formátumú személyiség volt, mindent megpróbált, tudjuk, hogy mi lett a vége. Az ő halála az egy mitikus személyt csinált belőle. Tehát az izraeli alapító atyák, mint Ben Gurion, Begin, Peres és a többiek, azok bevonultak a történelembe politikai tetteik révén, nagyformátumú politikai művük révén. Ezen túl Yitzhak Rabinnak adatott még plusz ilyen mitosz, hogy ő a béke mártírá lett angyala. Természetesen valóban mártír volt, de azt gondolni, hogy ha nem lövik le, akkor ő megvalósítja a békét, ez szerintem illúzió, és a mítosznak a része. És itt térek rá a mítosznak a lényegére. Azt tudnom kell, hogy a zsidósággal kapcsolatban folyamatosan élnek a nagy mítoszok, és ezek a mítoszok, ezek a holokauszt után csak új alakot öltöttek, új beszédmód részeseivé lettek, nem is lehet másképp a holokausznak az egész emberi történelmet, történelem szemléletünket megrengető eseményei után. Úgy gondolom, a zsidóság végérvényesen valami egyszerre valóságos és mitikus fogalom lett. És ez az, amit nagyon sokan nem akarnak tudomásul venni. Tegnap vagy tegnap előtt történt, hogy az ENSZ ismét 7 határozatban foglalt állást Izrael ellen. Akik ezeket az ENSZ történéseket ismerjük, azok tudják, hogy ez sok-sok éve egy visszatérő rituálé, elítélik Izraelt a legkülönbözőbb ügyekkel, fenntartják az Izraelt szigorú megfigyelés alatt tartó palesztin vagy ENSZ szervezeteket, amiknek semmi egyéb küldetésük nincsen, mint hogy Izraelt újra és újra megbélyegezzék, és mindezt hozzáteszik, hogy ezeknek nagyon konkrét okai vannak. A konkrét okok azok gyengék és nagyon szőkebbülőek. Azt hinni, hogy Izraelt a nemzetek közössége megbélyegzi, és ezt Izrael megérdem, és mindenben semmi közel, mindenben semmi szerepet nem játszanak a zsidósággal kapcsolatos mítoszok,
az antiszemitizmus és annak új formáit, aki így gondolkodik, az magát becsapja. Tehát az én konstételem az, hogy amikor a zsidó államról van szó, akkor a zsidó állammal, Izraellel kapcsolatos gondolkodást alapvetően befolyásolja a zsidósággal kapcsolatos 2000 éves előzmények sorozata, mindenek előtt a holokauszt és a zsidósággal kapcsolatos megnyilvánulásokban tetszik, nem tetszik, ezek a mítikus képek, ezek az elfojtott gondolatok, ezek örökké benne vannak. Ugye tudjuk, hogy a 20. századnak a nagy antiszemita mítoszát azt a náci Németország gyártotta le, ezt a mítoszt keverték össze a valósággal, ők próbálták meg a zsidóság teljes és végérvényes kiiktatását, ezzel saját magukat tették egyfajta zsorosszá. Amikor 1945-ben a nácik elbuktak, akkor egy darabig lehetett azt hinni, hogy mindazok után, ami történt, többet nem lehet lehetséges antiszemitizmus. Aki viszont a szovjet politikát ismerte 1948-1950 után, az ismeri, hogy a sztálini Szovjetunió, majd utána a Hruscsov és főleg a brezsnyevi Szovjetunió ezt az antiszemita mítoszt modernizálta. Ők alkották meg gyakorlatilag a palesztin népet, amely egy menekült csoport volt, egy menekült közösségből ők csináltak egy önálló népet. Mint hogyha mondjuk 1945-ben Európában előtözött német kisebbség, amely több mint 10 milliós tömeg, az egy önálló népé lett volna. De hát nem lett, mert ők beolvadtak a németségbe. A Palesztinából elmenekült arabok nem olvadtak be az arab világba, ezeket, jól tudjuk ezeket a részleteket, egy önálló népet csináltak belőle, és megtették őket nagy szenvedőnek. A Szovjetunió által fenntartott nagy nemzetközi mitológia, a proletár nemzetköziségről, az elnyomottak testvériségéről, az megalkotta ezt a palesztin mítoszt, és a szovjet ideológiának a boszorkány konyhájában lett a palesztin nép, az ős elnyomott, a palesztin nép minden elnyomottak királya, és így módon Izrael, a zsidó állam minden elnyomóknak a legelnyomóbbika, akit azóta is rendszeresen megbélyegeznek a különböző nemzetközi fórumokon, és ez a fajta Izrael anticionista hadjárat, ez a mai napig változásokkal folyik. Itt tehát Izrael maga is egy mítosszá vált ebben a nagy szovjet világfelszabadító narratívában, az egyik fő gonosznak a szerepét osztották ki rá, így modernizálta a Szovjetunió az antiszemitizmust, anticionizmus formájában, a zsidóknak az ősgonosz szerepét így újították meg. A Szovjetunió összeomlásával, és ez a következő alfejezetnek a címe, ismét csak azt lehetett volna gondolni, hogy ez a mítosz, ez szétesett, elpusztult, visszatérhetünk a valóságba azzal, hogy a Szovjetunió és a szovjet ideológia a múlt élet is bebizonyosodott, hogy tarthatatlan, primitív, azzal végleg magunk mögött hagytuk. Akik a Fukuyama-féle gondolkodást a történelem végéről és a liberalizmusnak a végső nagy győzelméről elhitték, azok hihették azt, hogy a nagy anticionista mítosz is a múltá válik. Én is azt hittem, őszintén szólva, én is hittem az úgynevezett béke folyamatban 1990 és 2001 között. Amikor kirobbant az új intifáda, akkor mindent revideálni kellett. Mi történt tulajdonképpen 2001
az alaxaintifáda kitörése után. Az történt ezen a én előadásomban megalkotott keretek között, tehát az, hogy Izrael és a zsidóság az valami örökösen mitikus lény a európai, a keresztény világ számára, az történt, hogy a nyugati világ halad a liberális, demokratikus, kisebbségvédő, emberjogi alapon álló nyugati világ ezt a szovjet mítoszt, ezt átvette, a maga képére formálta és megújította. Átvette a Szovjetuniótól és a kommunista szovjet propagandából ezt a kettőséget, ezt a duális küzdelmet, a gonosznak és a jónak a küzdelmét, ahol igazából a nyugati világban nem lehet pontosan tudni, hogy a palesztinokat vagy az izraelieket látják gonosznak, inkább az izraelieket, de a bizonytalanság az gyakran kitűnik ebből a, ebből a nyugati Izrael képből. Ennek a nagy mítosznak a része az én értelmezésemben az, amit úgy hívnak, hogy békefolyamat. Ugye a szovjet interpretációban, a szovjet kommunista interpretációban világosan Izrael volt az ős gonosz, és a palesztinok az ős elnyomottak. Ugye a szovjet világképben az elnyomottak harcolnak az elnyomókkal, teljesen világos volt, hogy Izrael az elnyomó, és a palesztinok az elnyomottak. Miután a nyugati világ, a BBC és a CNN és a Le Monde és a New York Times és a Washington Post és a Süddeutsche Zeitung és a nyugati világ élenjáró nagy befolyású médiumai átvették ezt a képet, ennek a képnek a kulcsfogalma lett a béke folyamat. Ugye a nyugati világ, a haladó nyugati világ, amely a holokauszt előtt és főleg a holokauszt után birkózik a zsidósággal, a zsidóság ellen elkövetett bűnökkel, amely rettenetesen nehezen tud saját maga napirendre térni a holokauszt, az előzmények saját felelőssége fölött, az a zsidósággal való birkózást